Ismét leírtam a gondolataimat. Tehát a hamis várakozás a témánk, és a megkapott igei rész Lukács evangéliumából, a harmadik részből, mindössze a 15-től a 18. versek. Ezt szeretném először felolvasni. A nép feszülten várakozott, mindnyájan azon töprengtek magunkban, vajon nem Jánosé a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek benneteket, de nyomukba lép az erősebb, akinek sarú szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szentélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni, szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen a szérűjén, a búzát csűrébe gyűjtse, a polyvát megoldhatatlan tűzzel elégesse. És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az üdvösséget. Négy olyan gondolatot szeretnék elmondani, ami nekem eszembe jutott, tulajdonképpen a hamis várakozás típusait szeretném itt felsorakoztatni. Az elsőkben az, hogy a hamis várakozás az, ha azt hiszük, hogy mi tudjuk, hogy mi kell nekünk, mire van szükségünk, és annak a beteljesülésére várunk, hogy ezek az anyagiak, a dicsőség és a sérthetetlenség vágya ez. Azért adtam ezt a címet, mert az Új Szövetségből, Lukács evangéliuma a 4. részének az elejéről az a rész jutott eszembe, amikor így írja, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Tehát ez a jelenet jutott így az eszemben, hogy mit mondott neki a kísértő, hogy változtassa a köveket kenyérré. Csak rövidítve mondom, és Jézus válasza, hogy meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Neki ígérte aztán a földkerekség minden országa feletti uralmat, hogyha leborul előtte. És Jézus válasza az volt, hogy meg van írva, hogy a te uradat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. A sátán azt mondta, vesd le magad innen, mert angyalainak megparancsolta, győrizzenek téged. De Jézus erre is azt válaszolta, megmondatott, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És a rész úgy fejeződik be, hogy amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Tehát a sátán ismeri ezeket, ami minimál programjainkat, amik a mi nekünk hatalmas vágyaknak tűnnek. Jézusnál is igen magasra tette a mércét, mármint a saját maga számára. De azt a választ kapta, ami valamennyiünknek is ugyanígy szól, hogy meg van írva. Erre a részre mondanám azt, hogy mi a helyes várakozás, hogy meg van írva, hogy ne csak kenyérrel élj, hanem Isten igéjével. Az Uradat és Istenedet imád, és csak neki szolgálj, és ne kísértsd az Urat. Tarts távol magadtól minden kísértést. Ez lenne az egyik téma, amit gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban végig kell gondolnunk. A második pedig, hogy a hamis várakozás is hamis, amikor konkrét politikai helyzet megváltoztatására vonatkozik. Amit Judás története jutott eszembe, hogy Judás árulóvá vált, mert Jézus hatalmát odaállítaná a maga rövid távú céljai szolgálatába. Hogyha betegeket meggyógyít, akkor halottakat feltámaszt, mit neki a rómaiak hatalmát megtörni. Judás tanítványként csak a felét értette meg Jézus szavainak. Szintén Lukács 6.20-26-ból, jaj nektek gazdagok, mondja Jézus. Jaj, nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok.
Ugye, aki másnak rosszat akar, vagy más hatalmának a letörését akarja, annak tetszetősek ezek a mondatok. De megvan írva a folytatásban, Lukács 6, 27-28 és a később 31. versben, hogy nektek azonban, akik hallgattok engem, azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. És mint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Harmadikként, a hamis várakozásunk az, ha azt hisszük, hogy mindenkire egyformán üdvösség vár. Ki ne hallotta volna azt az ostoba, bár viccnek szánt megjegyzést, hogy Isten megbocsát, meg az a dolga, hogy megtehetünk bármit. És akkor találtam egy érdekeset, amit el akarok nektek mondani, hogy Fráter Lóránt, a múlt századi híres dalszerző írta az egyik dallamában, nem aludtam három éjjel meg egy nap, nem parancsol sem a bíró, sem a pap. Nagyanyám dalos könyve, aki zongorán játszott, azt énekelte, tehát ezek szerint nagyanyám zongora kíséretével a hallgatóság, és a kottában még az is oda van írva, hogy élénken kell énekelni ezt. A kijelölt igényben azt olvassuk, úgyis mondhatom, meg van írva, hogy szóró lapátja már a kezében van, hogy rendet teremtsen a szérűjén, a búzát a csűrébe gyűjtse, a pejvát meg oldhatatlan tűzzel elégesse. Negyedikként egy kicsit bővebben szeretném ezt a témát felvezetni, vagy elmondani, ami eszembe jutott, hogy a hamis várakozás az, hogyha azt hiszük, hogy már eljött a messiás, legalábbis ami a saját üdvösségünket jelenti. Hogy idegenen kezdjük magunkat érezni a világban, mert azt hiszük, hogy a megtérésünkkel azonnal megszabadultunk régi énünktől, és elvárjuk, hogy ezt mindenki észre is vegye rajtunk, és mint megtértel, azaz tökéletessel bánjanak velünk. Aztán magunknak is magasra tesszük a lécet, mindenben, mindenkivel szemben tökéletes keresztényeknek kell lennünk. Ez hatalmas tévedés. Vannak és lesznek olyan hibáink, amellyel életünk végéig együtt kell élnünk, és együtt kell élnünk a folytonos meg nem értettséggel, azzal, hogy hitünk szerinti cselekedeteinket hiába valónak tekintik, vagy egyenesen támadásnak. Kérdésként tettem fel, hogy ki kell mennünk hát a pusztába, vagy megválthatatlanok volnánk. Még tart a kegyelmi idő. És ekkor a napokban, amikor készültem, akadt a kezemben Illyés Gyulának és Déri Tibornak az a kettős könyve, 1968-ban adták ki. Hát ez ugye az én 18 éves voltam akkor, amikor az ember azt hiszem falja a könyveket. És ebben, most megpróbálom így a saját szavaimmal elmondani, Illyés Gyula írására, ami egy verses dráma, válaszol Déri Tibor, szintén egy drámai költeménnyel. És mind a ketten tulajdonképpen ezt az éden, hogy elvesztettük az édent, vagy pedig az éden felé halad a világ, és ha az éden felé haladunk, de közben atomháború jön, tulajdonképpen, hogy mi vár az emberiségre, taglalja ezt két akkor elismert költő. Illyés Gyulának az volt a végkövetkeztetése, hogy tulajdonképpen hát mindegy, hogy mi történik, az ember, az egyszerű ember végezze a munkáját a földjén. Ez egy olyan ismerősen cseng ugye nekünk. De sokkal izgalmasabb volt számomra Déri darabja, aki azt mondja, hogy egy imádsággal kezdődik tulajdonképpen, ó, taníts meg szájadat fülünkre,
tapasztva, az oktató ujjad illesz szívünkre, mind élhetnénk békében és boldogságra, taníts meg, mert elfelejtettük az anyamékben már, vagy még régebben, hogy békében mind élhetnénk és boldogan. Tehát ezzel az imával kezdődik a darab. És a befejezése pedig az, hogy a... Tehát itt most ugye értitek, hogy erről beszélek, hogy most tökéletesek vagyunk-e, vagy nem, és hogyan éljünk a saját tökéletlenségeinkkel és a környezetünkével. Azt mondja, hogy a bizonytalanság koeficienseim már egyetlen vigaszunk, mert a régit nem akarván megsemmisülni, és az új nem akarván megszületni. E kettő közt egy percre a kegyelem állapotába kerültünk. Bizonytalanságunkba kapaszkodva, mint egyetlen bizonyosságba, úgy tegyük dolgunkat, mondom magamnak, hogy félelem nélkül szembenézhessünk kételjeinkkel. Elnevesd őket, mondom magamnak, de kísértéseiknek se engedj. És egy vers részletet kiírtam, de abból, illetve a darabból mindössze két versszakot, ami hát valami nagyon szép mutatja, azt meg Káin és Ábelről, mint testvérekről van szó. Éva imája lehet ez. És ha százszor vétkesek is, így kezdődik, ha vétkük immár, mint folyondár, más csillagokra kúszik, jobb térdemről az egyik, bal térdemről a másik. Ó, adj erőt, boldogság, boldogtalanság, segíts, könyörögjetek értem, és én újra szülöm őket, édes babáimat. Nem tudom, hogy így a részlet fel előhozza bennetek, és amit én bennem, milyen választ ad ez erre a kérdésünkre. Lezárva azt szeretném egy pár gondolatba, hogy hogyan kell akkor jól várakozni, hiszen azt fejtegettem, hogy mik a hamis és rossz várakozások. Belekapaszkodtam ebbe Jézus kísértésébe, hogy megvan írva, tehát így, hogy a megvan írva a kijelölt ige szakaszban, tehát Lukács ugye 3:15-18-ban és a 3:2-5-ben, hogy az Úr szózatot intézett Jézushoz, Zakariás fiához a pusztában, és ő bejárta Jordán egész környékét, és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében, a pusztába kiáltónak szava: készítsétek az Úr útját, és egyengessétek ösvényeit. Ez, hogy hogyan készíthetjük az Úr útját, és egyengettük ösvényeit, úgy gondolom, hogy meg kell térni Szentlélek és tűzkeresztségében, ahogy olvastuk. Meg kell maradni az első szeretetben, amiről a múlt órán beszéltünk. Hitünket megvallani és hirdetni a bűnbánat keresztségét, a bűnök bocsánatát. A hitből fakadó jó cselekedetekkel kell készíteni az Úr útját, és nem félelemmel, hanem bizalommal várni a találkozásra. A hamis várakozás. És itt három, de inkább beszéljünk két fontos hamis várakozásról, vagy tévedésről, mert így is nevezhetjük, amivel szemben Keresztelő Jánosnak meg kell szólalnia. Kezdjük a másodikkal, hogy azt hiszik, hogy ő a Krisztus. És a fejezet, ha visszalapozunk, azért is jó, nem tudom, már kihivatkozott itt rá, hogy talán Zsuzsa, hogy felsorolja a kor politikusait az igeit. Tehát ez akkor volt, amikor Tiberius volt a császár, Poncius Pilátus a helytartó, Annás Kajafás főpapok, Heródes, és nem tudom, még a másik két negyedes, harmados igen, fejedelem, Gisániás, meg Fülöp. Tehát látunk itt legalább 7
csúcsvezetőt, akik között mindenképpen van olyan, ilyen például Tiberius, aki a bóvó, mint császár, ő isteni felség. Szóval ezt is verik ugye a pénzre, ez az, ami miatt a templomban Jézus az adógaras kapcsán azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, vagy adjátok vissza, vagy ha már eladtátok magatokat, akkor miért kísértetek engem, mert hogy lehet ilyen pénz nálatok a templomban, hogy valaki magát Istennek titulálja. Na most muszáj látnunk ezt a hátteret, amitől elválik Keresztelő János is. Hát az emberek, akik nézik ezt a nagy kínálatot, a hét csúcsvezetőt, és egyik oldalon és a másik oldalon Keresztelő János, világos, hogy örömmel próbálják benne megtalálni azt a tiszta embert, akire azért a lelke mélyén mindenki vágyik. Szóval Tiberiás mondhatja, hogy ő isteni felség, Annás és Kajafás. Hát nem igazán az eredeti mózesi rend szerint való főpapok, hanem a császár kegyéből és Pilátus ajánlásával lehettek azok, akik, és az embereknek elegük van belőle, de tűrik, mert mi más tegyenek. Ugye Izrael ebben az időben a Szíria provincia része, tehát duplán elnyomott ország is, és nagyon-nagyon friss íz az, amit Keresztelő János hoz, és ugyan ő az a próféta, és az a mondjuk így, hogy az utolsó nagy alakja ennek a profétai vonulatnak, akik előfutárai a Mesiásnak. De ő az, aki soha semmiféle csodát nem tesz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért mentek ki hozzá, mit látni mentettek ki, kérdezi Jézus is. Tehát nem támasztott fel halottat, nem gyógyított beteget, nem szaporította meg a kenyereket. Mit csinált? Egyrészt, ha itt nem is arról olvasunk, hogy a csúcsvezetőket bírálta, de az embereket, igen, itt nincs benne más evangéliumban, igen, hogy a papok is nagy számban mentek hozzá. Tehát a kor szellemi elitje, írástudók és papok is. És hát három kört céloz meg Keresztelő János. Az egyikben általánosságban beszél a szolidaritásról, mikor megkérdezik, hogy mit csináljuk. Mit jelent ez, hogy kimegyünk hozzád, és azt vágod az arcunkba, hogy mérges kígyók fajzatai. Ez túlzás, ugye? Hogy mit csináljunk akkor, és akkor akinek van két ruhája, adja az egyiket annak, akinek nincs, akinek ételbősége van, az ossza meg. Jönnek a vámszedők, a kor adóbehajtói, a NAV, vagy nem tudom, bárminek nevezhetjük, mindenkorban más a neve, de ugyanazt csinálja, és irgalmatlanul besöpör mindent, ugye ezt bérbe kiadták a rómaiak is, tehát ezért voltak olyan utálatosak a vámszedők, mert ők megvették ezt a lehetőséget, és akkor meg volt szabva, hogy mennyit kell termelni. Na most, ha kinyomták az adott személyből a kötelező adót, és nekik nem maradt semmi hasznuk, hát elvitték a tehenét. Most nem, a mosógépét nem tudták, mert akkor nem volt ilyen, de hát nem véletlenül ragaszkodik a törvény ahhoz, hogy kimondja, hogy mi az, amit nem szabad, vagy ha el is viszi, este vissza kell adni, ilyen a felső ruha, mert az volt a takaró is. Tehát a törvénnyel kellett korlátozni a vámszedőknek az irgalmatlanságát, akik hát nem voltak kegyelmesek, sem akkor, sem soha később. És hát a harmadik az a fegyveres testület, az erőszakszervezet, amelynél pedig azt mondja nekik, hogy ne éljetek vissza a hatalmatokkal, és elégedjetek meg a zsoldotokkal, ugye ez is azért hangzik el, mert kiegészítgették, vagy korrupció volt, vagy ők is kiverték az emberekből a
a javakat. Szóval ez a három kör, akiket itt megszólít, de ez ilyen példálózó megszólítás, nem sorolhat fel minden mesterséget, csak hogy lássuk, hogy megtérni az nem egy elméleti dolog, hanem mindenkinek a legjellegzetesebb, problematikus pontját érinti meg az út. Tehát ha valakinek soha nem volt alkohol problémája, akkor az ne dicsekedjék azzal, hogy bezegő nem iszik, és ne hát leckésztesse azokat, akiknek ez probléma. És akinek a paráznaság soha nem volt problémája, az ne hencegjen azzal, hogy milyen derekasan megállt ebben, és akinek nincs érzéke az anyagiakhoz, és nem érdekli, és sose lopott, és sose, az megint csak ne ezzel próbálja magát felmenteni. Ez a másik dolog, amiben a várakozás hamis, tehát ugye az egyik az, hogy nem keresztelő János a Mesiás, és nem Tibériás, és nem Heródes, és nem Annás és Kajafás, tehát ne tévedjünk ebben, hogy üdvözítő szerepet, tehát hogy elképesztő, hogy például Hitlert valakik, igaz, hogy akkor még előtte voltunk a legszörnyűbb dolgoknak, talán a Kristály éjszakának is, bár erre már nem mernék mérget venni, hogy volt, aki őt Jézus reinkarnációjának tekintette. Megáll az eszem. Vagy hogy volt, aki őt béke Nobel-díjra akarta felterjeszteni. Megáll az eszem. De nem egy-két ember volt, hanem az emberek tömegestül, nagy többségben hívő emberek benne Mesiást láttak. És hány de hány önkény úr volt a történelemben azóta is, aki olyan gátlástalanul taposott el másokat, és vette el, amit akart, és volt túlbeszélhetetlen nagy szája, és nem lehetett vele érvelni. Az embereket ez lenyűgözte, és úgy érezték, hogy ez egy valóságos hatalom. Tehát muszáj előtte hódolni, mert Tibériás nem tud olyan helyre lépni, ha a tengerparton rand meg valakit, ott győz, ha hegyek között ott győz. Szóval nem lehet Tibériással vitatkozni, mert mindig győz, mindig nyer. És ugye itt az első üzenet az, hogy nem, nincs más Krisztus, nincs más Messiás, nincs más Isten. Én sem vagyok az, akkor sem, hogyha nagyon erősen kötődik az én szerepem ő hozzá. Tehát én útkészítő vagyok, de nem én magam miatt csinálom az utat. Tehát csinálunk egy utat, még néhány helyen, Tokajban például, Tokaj határában ott van ez az emlékmű, ami arról szólt, hogy itt ment el nem Mária Terézia, hanem mit tudom, Ferenc József felesége ekkor, és ekkor is ott van egy emlékoszlop. Hát ott ment el, és nem az az ember érdekes, aki ezt az oszlopot felállította, bár azért egy kicsit érdekelni az embert, hogy kinek jutott eszébe ez az épületes ötlet, hanem az volt az érdekes, hogy ott valaki főrangú személy elment. Na most én egy útépítő munkás vagyok, flaszterozok, tükröt csinálok, úgy hívják ugye ezt, ami muszáj megalapozni rendesen, hogy az alapok is jók legyenek, de hát nem én fogok ezen az úton jönni, hanem annak az útját egyengetem, és gyalulom le a hegyeket, és töltöm fel a völgyeket, hogy ne kelljen neki kaptatni, meg magas hegyről lemenni, mélységeket is megjárni, hanem szépen, ünnepélyesen vonulhasson be, ti kapuk, emeljétek fel a fejeteket, ne kelljen neki lehajolni. Tehát hadd vonuljon be emelt fővel, de nem én fogok bevonulni, hanem én elhárítom a hegyeket és a völgyeket, ha kell, hogy ő bejöhessen. Tehát ez volt az első hamis várakozás, és mondom újra, a mi összes hamis várakozásunk a történelem során, amikor mindig messiásokat vártunk.
és beleláttuk a vagy a korlátlan hatalommal rendelkezőkbe, vagy azokba, akik mertek szólni. Mert Keresztelő János mert szólni, és aztán ismerjük az ő útjának a végét, hogy fejezte be, és ez is benne van ebben a történetben. De a másik hamis várakozás, hogy abban a helyzetben, amiben mi vagyunk, jól vagyunk. Hát azt gondoljátok, mondja nekik, hogy ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Most ezt tessék lefordítani keresztény környezetben, mai nyelvre, ne lobogtassuk a keresztlevelet. Ne mondogassátok, hogy ti krisztusiak vagytok, tényleg azok vagytok? Tehát tényleg keresztények vagytok? És akkor Jutkának is igaza van, hogy ugye megkérdezzük ott a keresztség előtt, és lehet, hogy nem jó hangsúlyokkal, hogy vállaljátok-e, hogy tanítani fogjátok, vagy ti magatok, vagy ha szükség van erre az egyház segítségével. De lehet, hogy határozottabban kéne időnként rákérdezni, hogy hogy megy a dolog. És ha nem megy, akkor emlékeztetni őket arra, hogy valamit megfogadtak. Szóval a másik hamis várakozás, hogy ez így jól van. A képek, amiket használ János, a polyvával összekeveredett mag. Na most a teljes kiörlésű búza az nem a polyvával összekeveredett mag, mert ugye a korpa és a liszt a mag megörlése után választható el, a teljes kiörlésű mag az, amikor a korpát nem szitáljuk ki belőle. Ez a magnak a burka, a héja. Egyébként rengeteg vitamin abban van, és a fehér liszt az egy kivonat, és az önmagában nem olyan egészséges, mint ha benne hagyjuk a magnak a héját. De a polyva az a kis csomagoló kagyló, amiben a mag benne van. Az a polyva, és a törek az, ami a kalásznak a vége. Ugye a szalma az könnyen elválik, de a kalász feje, tehát a kalász maga, az tartalmazza a töreket, a polyvát és a magot. És a cséplésben ezek választódnak külön. Na most a korpa az egyáltalán nem haszontalan. Van ez a kedves ismerősünk, a Korinek professzor úr, aki a magyarok kenyerét kitalálta, és mondtam neki, hogy hát ha maradná egy kis korpa, azt is köszönettel elfogadnánk, mire mondta, hogy nem is tudott, hogy az milyen értékes dolog, azzal fizetek a molnároknak, úgyhogy le kellett mondanom a korpáról, de az nem a polyva. A polyvát nem lehet használni semmire. Az elveszíti a jelentőségét azzal, hogy a mag beérett, és a szalma ugye almozásra még jó, szalmából ezt-azt fonunk, az még elég jól ég. A polyvát nem azért égetjük el, mert nagy a fűtőértéke, hanem mert szemét. Mert és abban még lehetnek jó magok is. Na most az egy másik dolog, hogy ugye akkor választják külön a szelelik konkolyt, de ez, amit Zsuzsa mond, a szelelés, az ugye az volt régen, hogy a szórólapáttal földobták az összekeveredett polyvával, és fújt a szél, és kifújta belőle ezeket a könnyű dolgokat. A szalmának akkor már nem volt ott semmi szerepe, a mag és a polyva és a törek együtt, abból szellőztették ki, szelelték ki a polyvát, és a mag lepotyogott, mert az a súlyosabb, azt nem fújta el igazán a szél. Szóval, hogy ez így jól van, azt gondoljuk, és azt mondja Keresztelő János, hogy nincsen jól. Most ugye ő nem kikeresztelte a zsidóságukból az embereket, mert ő semmit nem tudott a kereszténységről. Tehát ez az aktus, amit mi átvettünk és keresztségként használunk, ez a betérők betérésének utolsó mozzanata volt a körülmetélés után. El kellett menni a gyógyulás után, megfürödni vagy a rituális fürdőbe, vagy egy folyóvízbe. Most is úgy van, hogy a mikvében nem csak csapvíz van, akkor nem volt csapvíz, hanem kell esővizet, vagy egyéb természetes vizet is használni.
És ez ugye annak a jele, hogy lezárul a múltunk, eltemetjük, és új emberként jövünk elő. És Keresztelő János azt mondta, hogy szívetek szerint is térjetek be, Isten választott népébe. Tehát nem ki valahonnan, hanem be, még jobban, és ne gondoljátok, hogy elég arra hivatkozni, hogy a körülmetélés által Ábrahám fiai vagytok, hanem mintha pogányok lennétek, menjetek fürödni is. És ezzel valljátok meg, hogy a szívetek nem körülmetélt. Szóval a mélyebb döntés, vagy, és akkor ezt még mindig nem nevezi Keresztelő János Szentlélekkel és tűzzel való megkeresztelkedésnek. Hogy ez pontosan mit jelent, erről van vitánk pünkösdi testvéreinkkel is, vagy az ahhoz tartozó más egyházakban lévő hasonló mozgalmakkal, mert mindig azt mondják, hogy ennek látható jelei vannak, nyelveken szólás és egyéb olyan képességek, amiket azok, akik ennek hívei így egymásnak adnak tovább kézrátétellel. De én sokkal jobban hiszek abban, hogy a Szentlélekkel való megkeresztelés a szolgálatra való elhívás. Tehát amikor nem csak Keresztelő János kiabálja a mérges kígyók fajzatai dolgot, hanem elmegyünk innen úgy, hogy lemostuk bűneinket, hogy átadtuk magunkat az Úrnak, és ki tudtuk mondani, amit Pál mond a Damaszkuszi úton a második kérdésében, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Tehát a Szentlélek, ugye Ézsaiásnál ezt idézi fel, hogy rádöbben Ézsaiás, hogy így ezzel a szájjal nem mehetek hirdetni az igét. Meg kell, hogy tisztítson engem a tűzzel. Nem emberek égnek itt el, hanem belőlünk, életgyakorlatunkból, szemléletünkből azok a jó maggal összekeveredett dolgok, amelyeket mi természetes velejáróknak mondunk. Ugye a Korintusi első levél 3. részében beszél Pál azokról, akiknek a munkájuk megég. Na most, ha ez nem az Úrért való munka, akkor nem állja ki a dolog a tűzpróbát. És ez örök kérdés, hogy mi az, amit csináljuk, mi csináljunk. Ja, itt a vitézek, a vámszedők és a hétköznapi emberek, azok, mondom, ez a három csoport, akik felteszik ezt a kérdést, de ez önmagában még nem tanítványi elhívás. Tehát mint azt mondaná a Keresztelő János, hogy én csak abban segítek, hogy mossuk le a bűnt, zárjuk le az óember időszakát, de aki utánam jön, az felhatalmaz, hogy ennek a tűznek a hordozói legyetek, amelynek a hevében megsemmisül minden egyéb olyan dolog, ami eredetileg nem haszontalan, de egy ponton túl nem keveredhet a tiszta maggal. Tehát le kell valahogyan válni róla. Na most megint olyan dolog ez, hogy egyik ember a másiknál nem mondhatja. Tehát ami neki probléma, az nem biztos, hogy a másik életének polyvája is. Viszont egy Keresztelő János, aki semmi többet nem vesz el a világból, mint ezt a sáskát erdei mézet, és nem azért teszi ezt, mert tüntetőleg akar hát reformkonyhát, vagy nem tudom, éjségszerűket folytatni, hanem ez is azt jelenti, hogy nem akar többet elvenni a javakból sem, mint amennyi ahhoz, hogy küldetését teljesíteni tudja, ahhoz feltétlenül szükséges. Tehát nem harácsol, nem gyűjt, nem spájzol, nem mutat fel dolgokat, ugye mit tudsz felmutatni, kérdezik tőlünk, és röstelkedünk, ha nem tudunk felmutatni valamit. A sáska és az erdei méz nem felmutatható dolgok, hanem olyan minimumok, amik alá nem
megyünk, nem is rossz dolgok, ugye a sáskát nem kóstoltam, a méz az finom. De szóval az egész jelenség azt üzeni, hogy az Úr szívesen elhív, nem lesz mindenkiből keresztelő János. De lesznek keresztelő Jánosnak imádkozó hívei, akik mögötte állnak, és akik nevében is elmegy ő, vagy később elmegy Pál, vagy az összes többi apostolok. Tehát a gyülekezet nem feltétlenül olyan teljesen elégő, égő áldozat, mint egy Pál, egy Péter, és nem tudom, sorolhatnánk még a nagyokat, azokat, akik elől mentek, de viszont Pálnál különösen is látjuk, hogy azok nélkül, a gyülekezetek nélkül, amik nem csak imádkoztak, hanem finanszírozták is az ő útjait, akikre mindenben támaszkodhatott, és fordítva. Szóval, hogy azok bizony nagyon hatásosan ott voltak ő mögötte. Hát keresztelő János ugye azt mondja, hogy nem én vagyok a messiás, majd ha ő jön, akkor a dolog minőségileg változik meg, én utat készítek neki, és már most fel kell figyelnünk arra, hogy nem jól van ez így, hogy az életünk össze van mindenfélével keveredve, és hamis biztonságban ringatjuk magunkat, és másrészt sem én nem vagyok, sem Tibériás, sem Kajafás, sem Annás, sem a többiek nem messiások. Tehát leválasztjuk a polyvát a magról, és a mag, ugye Jézus magáról is beszél, mint földbeesett magról, tehát az hadd látszódjon tisztán, hogy ki az, akire éhezünk, akiben reménységünk van. De mondom, ez egy örök problémánk, hogy segítséggel tudjuk elválasztani a fontos, a hasznos és a nem ugyanolyan értékű dolgokat ebből a nagy összekeveredésből.